Hát sziasztok, kint vagyunk a kis dinnye birtokon. Itt található a dinnye palánta, hogy látjátok a képen. És itt pedig elbújt a kis görög dinnye, kis dinnyém. Hát akkora, mint két ökröm. Nem tudom, mennyire látszik. Olyan 60 dekás, lehet körülbelül 70. És akkor itt találhatóak a dinnye palánták, amik már nem is palánták. Ez egy sor, amit itt látok éppen középen. Tehát ez egy sor. Ebben található 20 darab palánta. Így. Egy palántán átlagosan 2 és 4 darab dinnye lesz. Meg fogom nektek majd mutatni. És így errefele így van, azt mondja, hogy 18 sor. De 18x20. És még ott mögötte van 70 darab, ami hallig látszik, de meg fogjátok majd látni, megyek arrafele is. Tehát ez egy sor. Most már lehet látni a dinnyéket. Eddig olyan picikék voltak, hogy szinte nagyító kellett hozzájuk. Van kisebb, nagyobb, ilyen csikos, olyan csikos. És akkor itt a lényeg, mint egy 200 g-os 20 dekás kávé látható, illetve a dinnye. Azért raktam így, hogy lehessen látni a méretarányokat, illetve itt van az ökröm, ha így látjátok. Ez olyan 3-4 öklömi dinnye úgymond, de inkább 3. Mert egy 3 hét, körülbelül 4 maximum, és akkor lehet már csemegézni. Ez ilyen kis, hogy mondják, tenyérbe mászó kis dinnye. Hát van rajta szépen, kisebb, nagyobb. Lényeg az, hogy öntözni kell. Öntözni kell, mert szomjas. Olyan, mint némelyik ember, aki a videót nézi. Valaki üdítőt iszik, valaki meg mást. Itt is dinnye, ott is dinnye. Csikos dinnye, sárga dinnye. Igen, sárga dinnyém is van. Nézzétek, csak itt is van egy dinnye. És akkor itt a csepegtető szalag lezárva. Ez majd egy másik videó lesz, mert ugyebár én nem fogom öntözni nap, mint nap, majd más, vagy máshogyan. Itt is a dinnye, itt a kezem, látjátok mekkora, ez az öklöm. Ez itt már a második sor. És úgy van rajta dinnye bőven. A kis befektetett magyar forintot, azt így visszahozta nekem eddig, így ahogy látom a számításaim alapján. Csak olyan mennyi lesz a nyereség? Ez itt a kérdés. Biztos, hogy lesz nyereség, ugyanis mások nem csinálnák itt, illetve máshol sem. Tehát elvileg nekem 404 darab, illetve annyi palántát ültettem úgymond el, és abból, hogy mennyi lesz, az még zsákba macska. Nagyon-nagyon zsákba macska. Jó múltkor lett megszámolva, azaz 3 napja, akkor volt 171 darab dinnye. Hát vannak kisebbek, nagyobbak, kis miniatűrök is vannak, ha más nem, savanyúságban jó lesz. Itt is elbújt. Szóval dinnyéből nem lesz hiány elvileg. Na, és itt vannak a sárga dinnyék, kérem szépen. Ebből a sárga dinnyéből, ha jól emlékszem, akkor 5 fajta van nálam. Illetve 5 fajta fog teremni. Ha minden igaz. Most el nem mondom, hogy milyen fajták, mert én ebben még kezdő vagyok, megmondom őszintén. Ez a, hogy mondják, zöldfülű vagy címszóval. Egyet tudok, hogy lesz ananászos sárga dinnye. Ilyen ananász ízű. Azt az egyet, azt megjegyeztem. Itt egy szebbecske már. Így a méretarány.
egy 2-3 hét is lehet csemegézni. Ki a Tesco-ba, ki az Oceanbe. Ilyen a kis kertbe. Jó párszor akartam már venni dinnyét, de nem vettem, mert megfogadtam, hogy nem veszek dinnyét. Mert nekem is van, illetve lesz dinnyém. Itt van még egy dinnyecske. Ott is van dinnyecske. Na szóval, ott egy szép sárga dinnye, azt megmutatom még nektek. Itt. Jaj, de szép vagy! Mosolyog rám, nézlek itt az oklom. Hát ilyen másfélszeres körülbelül. Lassan azt mondja, hogy gyere Gabi, egyél meg. Finom leszek. Szóval, akad dinnye. És akkor itt lehatók a görög dinnyék. Itt egy ilyen kis miniatűr. Fokozatosan lettek elültetve amúgy, hogy úgy teremjenek, hogy ne egyszerre az egész egy-két hét alatt, hanem egy pár hét eltéréssel. És görög dinnyéből azt részletem mondani, hogy lesz csíkos dinnye, fekete dinnye, zöld dinnye, köralakú, hosszúkás, korai, késői, abból is lesz egy jó párfajta. Mert hát milyen is lenne, hogyha leteremne egy-két hét alatt minden, és kienné azt meg, ahhoz sok ember kellene. Mert ha kiszámoljuk, akkor 404 darab, mondjuk 4 meghal, akkor 400. Ha 2-t számolok egy bokorra, vagy tőre, akkor az 800 darab. Abból megeszek mondjuk 150-et. 150-et, igen. Meg elosztogatok ennek, annak, fűnek, fának, bokornak. Azt tudja, kinek szól ez az osztogatás. Akkor is az még nagyon sok, amit nem tudnék megadni, megenni. Sajnos a fagyasztóval nem tudom elpakolni a dinnyét, mert az úgy nem lesz finom. De lehet, hogy egy videó kedvéért megpróbálom és elrakom a fagyasztóba, és majd előveszem novemberben, decemberben a dinnyét. Na és itt a lényeg, amit nektek még nem mutattam. Kihúzom, megmutatom nektek. Persze, ha ki tudom húzni, csak akkor. Nem tudom, mert úgy le lehet rakva. Ez egy vakondriasztó, kérlek szépen, ami napelemmel működik. 1310 forintba került egy gazdaboltba, itt vidéken. Lehet, hogy olcsóbban is van x 1000 forintért. Elvileg 25-27 méteres ilyen körívbe, vagy átlóba elriasztja a vakondot, azaz nem engedi ide. Mozog, rezgeti a földet valamelyest, a vakond megérzi, és sípol, mint ahogy halljátok is mindjárt. Mindez 30 másodpercenként. És nekem bevált itt a földön, az hozzá kell, hogy tegyem. A sípolsz? Remélem hallottátok. Szerettem volna még vásárolni, csak nem lehet kapni azóta a boltba. Neten még nem néztem, mert hát én csak egy boltba járok, tehát nem vásárolok. Még ez nem igaz. Na szóval, és akkor itt vannak a másik fajta sárga dinnyék. Ennek se tudom, hogy milyen, vagy mi a fajtája. Egy biztos, finom lesz. Itt a miniatűr dinnye, még akkora, mint a körmöm körülbelül. Pont azért, hogy nehogy sok teremjen hirtelen. Szegény dinnyék meg rám rohadnának. Hogy jönnétek, azt ráznátok a kaput, hogy gyere Gabi, adjál dinnyét, haló, fenn van a YouTube-on, adjál dinnyét, nem tudod megenni.
Hát aki úgy gondolja, eljöhet hozzám és rázhatja a kaput, az kapni fog dinnyét. Itt is egy szép sárga dinnye. Most döntsétek el, hogy mire hasonlít ez így. Piszkos fantáziátokra bízom. És a szép görög dinnye, mint egy kis focilabda olyan. És akkor itt vegyesen van sárga dinnye, görög dinnye, csikós dinnye, meg ilyen dinnye, olyan dinnye. Idén már nem sajnos, ott is van kettő, de jövőre olyat szeretnék, hogy ilyen kocka alakú legyen, és szív alakú dinnyéket szeretnék majd, mert kaptam már visszajelzéseket, hogy olyanokat vásárolnának tőlem, eléggé borsós áron, és nyitott vagyok mindenféle új dologra, főleg amiből lehet pénzt profitálni. Ha valakinek kell, akkor jövőre jelentkezhet, de még idén is úgymond, de idén szerintem nem lesz még ilyen kocka alakú, háromszög alakú, szív alakú dinnyécske. Na kérem szépen, elérkeztünk az utolsó két sorhoz. Itt is megbújt a kis dinnyécske, nézzetek csak, ott van. Ott van. Az is sárga dinnye. Ott is sárga dinnye. Meg ott is sárga dinnye. Ez 2, 3, 4. Hát ezen 4 lesz, ha nem több. Már csak egy jó kis kés kell hozzá, vagy láncfűrész, vagy fűrészlap, kés, szamurájkard, kalapács, véső, és akkor félbe lehet vágni a dinnyét, hogy lehet szeretelni. És akkor itt találtam az utolsó sor. Itt is van már rajta dinnye. Ott. Ez a fekete, vékony kis cső, kék csíkkal, ez a csepegtető rendszer lesz. Ez ma fog elkészülni elvileg. Ha nem kellett mennem dolgozni, kértem a főnöktől szabadságot. Rendes főnököm van mi. Itt várnak a dinnyek már másfél hete erre, hogy kész legyen, de hát mindig nem kaptam szabad napot. De most sikerülni fog. Szóval ez itt 18 sor. Egy sorba 20. És itt található még 70 darab dinnye. Ezek mikor is? 3 hetelette kerültetve. Ezek ilyen tőkalanyra oltott dinnyék. Elvileg ezek ilyen, hát ilyen 8 kiló feletti dinnyék lesznek. Állítólag. Állítólag. Aztán majd elválik, hogy beválik-e. Ha beválik, akkor jó lesz. Ha nem válik be, akkor meg így jártam, vagy így jártunk. Gondozzuk, ápoljuk őket. Beszélünk hozzá, kicsikét hülye hangzik, illetve minden nap locsolni kell, és néha-néha pár naponta meg kell kapálni. Mert hát ez így működik. Nem csak úgy van, hogy megöntözöm egyszer-kétszer, mikor akarom, és akkor majd teremni fog a dinnye. Mert ez nem így működik. Hát ennyit akartam röviden. Iratkozzatok fel a csatornámra, és lesznek még más és hasonló és különböző extrém videók is a közeljövőbe. Köszönöm, hogy megnéztetek, és iratkozzatok fel. Köszönöm szépen, sziasztok!